Csendben egy percig, mielőtt közösen imádkozunk, és engedjük, hogy összegyűjtse a gondolatainkat Jézus Krisztus. Gondoljuk el magunk elé azt az igét, hogy megáll az övéi között a középen, és így köszön nekik, hogy békesség néztek. Csöndesedjünk el egy percig. Köszönjük, Úrunk Jézus, hogy Te ma is azokat hívogatod magadhoz, akik megfáradtak és terheket hordoznak. Ezek éppen mi vagyunk. Köszönjük, hogy ma sem szabsz semmi feltétel. Csak azt, hogy aki hozzád jön bizalommal, vágyakozással, azt Te nem veted ki. Olyan zajos volt ez a mai nap is, segíts, hogy elcsöndesedjünk. Olyan sok hiába való beszédet hallottunk és mondtunk. Szólj most hozzánk úgy, hogy legyen szabad ír gyógyító erő. Könyörgünk most különösen azokért, akik megsebzett szívűek. Könyörgünk hozzád egy asszonytestvérünkkel együtt, aki ezekben a napokban mindig különösen is emlékezik arra, hogy elhívtad mellőle a utitársát, a tisztesét. Köszönjük, hogy túlláthat az elváláson, és láthat téged életnek és halálnak diadalmas urát. És könyörgünk hozzád most egy családért, ahonnan tegnap hívtad haza magadhoz, egészen váratlanul, fiatalon az édesapád. Köszönjük mindazt, amit szolgálatként elvégezhetett a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy még vasárnap is erősítetted őt igéddel. És kérjük, hogy erősítsd most nagyon a te igéddel, szereteteddel az ő titvesét és gyermekeit. De erősíts mindnyájunkat, mert olyan sok erőtlenség van bennünk. Köszönjük, hogy te erőt adsz a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítod. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 4. részének 31-től 34-ig terjedő verseitől olvasom. János 4:31-34. Eközben kérték őt a tanítványok, mondván: Mester, egyél. Ő pedig ezt mondta nekik: Van nékem eledelem, amit egyem, amit ti nem tudtok. Mondának azért a tanítványok egymásnak: Hozott-e néki valaki enni? Mondanékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezze. Valaki azt mondotta vasárnapi igehirdetés után, hogy eddig nem sokat tudott kezdeni azzal, hogy Isten hogyan vezeti a benne bízóknak az életét, úgy gondolja, hogy most megértette, viszont szeretné, ha mostantól kezdve csak ugyan Isten irányítaná minden lépését. Körülbelül érti, hogy miről van szó, de hogy kell ezt csinálni? Már ezért a kérdésért is hálát adtam Istennek, mert mindig az ő kegyelmének a munkája az, ha valaki úgy hallgatja az igét, hogy ezen keresztül most az élő Isten nekem mondott valamit. Nem általános igazságokat elemezgetnek, hanem hozzám szól az én Uram. Aztán az is Isten kegyelmének a csodája mindig, hogyha valaki észreveszi, hogy hol kell változtatni az életén, miután meghallotta Isten hozzászóló szavát. És kész változtatni azon, akar meggyógyulni. Nem véletlenül kérdezte Jézus attól a hosszú idő óta beteg embertől, hogy akarsz-e meggyógyulni. Nem az a kérdés, hogy meg tudlak-e gyógyítani. Ő neki az is lehetséges, ami embereknél lehetetlen. De akarunk-e meggyógyulni? Aki akar engedelmeskedni az igének, az kap majd nagy áldásokat. És ott már jogos a kérdés, hogy hogy kell ezt csinálni. Egész pontosan az volt az ő kérdése, hogy ha valaki átadja a vezetést az életében egészen Istennek,
akkor attól kezdve honnan látja a határt, hogy tudnélik, meddig kell neki cselekednie, és honnan fog Isten cselekedni. Vagy mi az, amit Isten akar elvégezni az életében, de mi az, ami az ő feladata. Hol a határ? Ez volt az ő kérdése tulajdonképpen. És hogy hogyan történik ez az engedelmesség. És hogy jobban fölfogjam a problémáját, elmondta, hogy most éppen egy konkrét döntés előtt áll, és nagyon szeretné, hogyha Isten irányítása szerint döntem. De végül is neki kell majd kimondania, hogy mit csinál, hogyan kap ő Istentől világosságot ahhoz, hogy azt mondja, ami Isten akarja. Ez a feladat pedig röviden az, hogy vidéken dolgozik, de az idős és egyre betegebb édesanyja itt lakik Pesten. Egy kicsit már őt is fárasztja az ingázás, az édesanyja is unja azt, hogy ritkán látja és rövid időre, költséget is az utazgatás, az ottani főnöke is, akit nagyon szeret és aki szereti nyugdíjba készül, minden amellett szól, hogy jöjjön föl ide. De olyan munkakörben nem könnyű itt munkát kapni, mit csinálja? Üljön nyugodtan és várja azt, hogy Isten majd elkészít valahogy itt egy munkalehetőséget és oda őt meghívják és ő ott elfoglalja azt. Vagy szóljon azért ismerősöknek, hogy legyenek segítségére, vagy mozgasson meg minden követ ahhoz, hogy fölkerülhessen minél előbb. Egyáltalán hogy kell elindulni? Ő most ezt az igét komolyan akarja venni, Isten közelben akar maradni, Isten közelből akarja a dolgait látni, és mindenestül az Atya akaratát szeretné cselekedni. Ebben a konkrét ügyben ez mit jelent? Mit kell csinálni? Az a két véglet, az egyik az, amit a legtöbben csinálnak, hogy vegyünk kezünkbe a dolog intézését, nézzünk körül, szerezzünk összeköttetést, tájékozódjunk a lehetőségekről, aztán fizessük meg az árát, bármi légyen az, hogy elérjük a célunkat. Majd én elintézem. Így lehet ezt röviden összefoglalni. A másik véglet az, hogy én az Úrra bízom és nem csinálok semmit. Ülök és várok, és valami majd történik. Van egy harmadik furcsa magatartás is, ami még az ő szavaiban is megszólal, hogy vagy úgy is megvan az írva, hogy hol kell dolgoznom és kárstrapálnom magamat. Úgy sem mehetek máshova, mint ahova mennem kell. Ez a fatalizmus, hogy ez megvan írva. És úgy is úgy történnek a dolgok, ahogy ez megvan írva, el van rendelve, tőlem függetlenül, az én megkérdezésem nélkül, én kénytelen vagyok tudomásul venni mindig, és belelépni az elkészített helyzetbe. Egyiket sem tanácsolja nekünk Isten igéje. Valami mást jelent az, hogy mi az Atya akaratát cselekesztük, és az ő munkáját végezzük. Valahogy másként történik az, hogy átadtam a vezetést Istennek, várom tőle a vezetést, engedelmeskedem neki, hallgatok az ő szavára, nem mindig megy könnyen, nem mindig azonnal, néha okoskodom, de a végén mégis ámment mondok. Kimondom azt, hogy igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Ez egészen más, mint az előbb említett háromféle lehetőség. Nincsenek az Isten országában retette. Nem lehet azt mondani, hogy ez mindig így történt. Itt ezt kell csinálni. Isten mindannyiunkhoz más-más úton talál oda. Egészen másként történt a megtérésünk. Egészen más eszközökkel irányítja az egyik gyermekét, mint a másikat. Nagyon sokszínű, gazdag az Isten pedagógiája, nevelése, szeretete, áldása. Úgyhogy én most nem receptet szeretnék mondani, viszont minden hívő embernek az egyik legfontosabb kérdése ez, hogy hogyan engedelmeskedhetem mindenben Istennek. És elnézem, most elsősorban igéket szeretnék mondani. Legyenek ezek az igék egy-egy reflektor, amik megvilágítják ezt a kérdést, amik körbevilágítják ezt. És mivel ez óhatatlan, azért azt is elmondom, hogy eddig mit tanított meg Isten nekem ebben a kérdésben, mit mutatott, mit tapasztaltam, ezek az igék hogy funkcionálnak az én botlatozó Krisztus követésemben, kereszténységemben. Így szeretnék újhegyre tenni néhány alapvető, alapfontosságú igei igazságot, amit ki lehet egészíteni, még háromszor ennyit, meg sokszor ennyit mondhatnának a testvérek, ha most úgy elkezdenek beszélgetni, és mondtak is, amikor itt a keddi óránkon erről már beszélgettünk. Nos, ezeket a legfontosabb igéket jól lenne, ha magunkkal vinni. Az első az, amit ilyenkor mindig meg kell kérdeznem magamtól, hogy
Csak ugyan átadtam én a vezetést Istennek ebben a kérdésben is? Vagy csak ezt mondom? Mert az egyáltalán nem biztos. Családabba szív mindennél, kicsoda ismerheti meg azt. A saját szívem álmokságát sem ismer. Minden rosszat föltételezek magamról, ezt őszintén mondom. Ki tudja azt, hogy mi minden lapul ott még, ahova nem hatolt le Isten igéjének a világossága, amitől még nem szabadított meg engem az én Uram, hiszem, hogy meg fog szabadítani. Nem ismerem én a magam sötétségét. Minden rosszat feltételezek magamról. És amikor úgy tűnik, hogy őszintén mondom, akkor is kérdezzem csak meg, hogy igaz az, hogy csak ugyan feltétel nélkül azt tenném én ebben a kérdésben, amit ő mond. Ez az első feltétele annak, hogy mondja. Mert ha bennem már titokban eldőlt az, hogy mit fogok csinálni, hiába megyek ő hozzá tanácsért. Az Ezékiel könyvét olvastuk a Bibliaolvasó kalauz során sokáig, most nem régiben, ott a 14. részben is, meg a 20. fejezetben is hosszasan foglalkozik az ige azzal, hogy miért nem ad Isten választ azoknak, akik pedig őt megkérdezik, és miért küldi el őket felelet nélkül, azért, mert előzőleg már eldöntötték, hogy mit csinálnak, vagy mert előzőleg a bálványaiknak mutatták be áldozatot, és utána elmennek azért még az Úrhoz is, és megkérdezik az Úr profétáját is, hogy mit kell csinálniuk. Azt mondja az Úr, hogy nem felelek neki. Aki csak őt kérdezi, aki őt komolyan kérdezi, aki azzal az eltökéltséggel kérdezi őt, hogy bármit mond, ha megértem, hogy ő mondja, azt csinálom, annak felel. Azt nem hagyja bizonytalanságban, nem hagyja tanács nélkül. Lehet, hogy nem azonnal felel, lehet, hogy egy kicsit megvállalkoztatja, lehet, hogy eközben sok mindent megtanít még neki, de annak válaszol. Azt nem hagyja felelet nélkül. Ilyen őszinte eltökéltséggel szoktuk ennyi kérdezni az Urat. Jézus használja ezt a szót, amikor az utolsó időkről beszél, azt mondja, hogy sok próbatételen kell keresztül mennünk az övéinek, hogy tökéljétek el a ti szívetekben. Ott van-e bennünk ez a visszavonhatatlan, átgondolt döntés, hogy én csak ugyan az életem minden kérdésében Istennek akarok engedelmezni. Foddik írja valahol, hogy minden ember szívében van egy trónus és egy kereszt. És ha én ülök a trónuson, Krisztus van a kereszten. És ha én vagyok a kereszten, Krisztus ül a trónuson. Egyszer erről beszélgetve valaki azt mondta, hogy szóval akkor le kell szállnunk a trónról, és leülni a kis székre. Azt mondtam, hogy nincs kis szék. Nem a kis székre kell leülni. Oda még néha hajlandók lennünk. A keresztre kell menni. Meg kell feszítetnem. Ki kell szolgáltatnom magamat minden estől Istennek. Megadom magamat. Tehetetlen vagyok. Koldús vagyok. Nincsenek ötleteim, nincsenek elképzeléseim. Vagy ha vannak, azokat is úgy mondom el neked, atyám, hogy hozzáteszem, mindazáltal nehogy úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. A kereszten vagyok. Krisztussal együtt megfeszítettem. És akkor ő ül a trónuson. És akkor ad tanácsot, vezetést és irányítást. A kereszten vagyunk-e már? Vagy a trónuson ülve szeretném kapni tanácsot valakitől, aki végül is nem királya az életünknek. Nem ura az életünknek, mert mi a magunk urai akarunk maradni. És legfeljebb a kis székig vagyunk hajlandók elmenni. De önmagamat megtagadni, amit Jézus így mondott, nem vagyok hajlandó. Ez tehát az első. Őszintén, komolyan akarom-e, hogy az ő akarata érvényesüljön. Akkor megtudhatni. Egyébként nem. A második az, hogy mielőtt még bármit tennék, az egész ügyet ő eléje tegyem le. Maradhatunk most ennél a konkrét állás problémánál is, de jó lenne, ha nem a mi testvérünkre gondolnánk, hanem magunkra. Bármilyen ügyben szeretném az ő vezetését kapni, a imádságban ő neki mondjam el, és ezzel mintegy ő eléje tegyem le. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy már is ilyen kérdések szólalnak meg bennem, hogy biztos az, hogy nekem föl kell mennem Budapestre dolgozni? Biztos az, hogy csak ez a megoldás. Most kell fölmennem. Nem csak én akarom ezt, nem csak ez vagy amaz indított el. Ott akar engem látni az Úr, vagy nem? Mert csak ott kapok áldást, ahol ő jelölte ki a helyemet.
hol van az én tőle kijelölt helyem. És már fölszabadul az ember az alól a nyomás, alól, hogy ezt valahogy nekem kell elintéznem, és csak így lehet elintézni, és minden állon ki kell valahogy verekedni. Mindjárt egy nagy tágasságba kerül, hogy sokféle lehetőség van. Nem csak ez az egy. Nem csak ez a kettő, hogy vagy itt maradok, vagy fölkerülök. Lehet egy harmadik is, meg tizedik is. Az Úrnak nagyobb a fantáziája, mint az enyém. És egyedül ő tudja, hogy én hova való vagyok. Őt kérdez. És az, hogy valaki így imádságban, hittel egy-egy ilyen konkrét kérdését leteszi az Úr színe elé, az ilyeneket jelent. Három igére emlékeztetek most csak. Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Aki ezt átéli, éppen egy ilyen konkrét döntés előtt, tusakodva, viaskodva, bizonytalankodva, hogy ő tudja, hogy mire van szüksége, annak feltétlenül békessége lesz. Még nem tudja, hogy mit fog csinálni, meg hogy alakul a sorsa, és az egész hogy dől el, de azt már tudja, hogy az atya látja, hogy neki mire van szüksége. A másik az, amit az 1 János 5 végén olvashatunk, hogy ha valamit kérünk az ő akarata szerint, meg lesz az nekünk, és a mi kéréseink megvannak ő előtte. Én sokat küzdködöm a feledékenységemmel, és azzal, hogy mindent föl kell írni, mert elfelejtem. És az imádsággal is sokszor így vagyok, hogy egy-egy Isten áldotta, elmélyült imádság során sok olyan dolgot mondok, amit nem én fundáltam ki. Az ő lelke az, aki imádkozik bennem. Ő mondja azt, hogy Abba atyám, ő hoz elém arcokat, másokat, sorsokat. Ő tanít meg lelki áldásokért könyörögni, és nem csak apró cseprő hétköznapi dolgokért. Ő tanít meg arra, hogy a hétköznapi apró cseprőket is egészen rábízzam. És utólag nem tudnám elmondani, hogy most miket mondtam ő neki az imádságban. És ilyenkor mindig olyan derűs reménységgel tölt el, hogy ő emlékszik rá. Én már nem tudom, hogy mi mindent kértem tőle, ennek a részének, annak a részének, a magam számára, de ő tudja, megvannak a mi kéréseink ő előtte. És ez magában már tartás, békességet, biztonságérzést ad az embernek. És a harmadik ugye az, hogy minden gondotokat őre jár vessétek, mert még gondja van rájátok. Ha ritkán figyelünk fel arra, hogy itt nem célhatározói mellékmondat van, hanem okhatározói. Tehát nem így hangzik ez az ige, hogy minden gondotokat őre jár vessétek, hogy azután majd neki gondja legyen rejátok. Nem. Nem azt mondja, hogy mert néki gondja van rejátok. Már az előtt gondja volt rám, mielőtt még tudtam volna, hogy őre jár vethetem a gondomat. Öröktől fogva mindörökké gondja van rá. Nem neki van szüksége arra, hogy a gondjaimat elmondjam neki. Neki így is úgy is gondja van rá. Nekem van szükségem arra, hogy tudjam, hogy gondja van rám. És nem egyedül hordozom a gondjaimat, és nem kell összeoskadnom alattuk. A terhét őre jávetettem, és szinte kíváncsian várom, hogy most milyen megoldásra ajándékoznak. Ez a szent kíváncsiság ott bújtál azokban mindig, akik igazán hisznek Istenben és hittel imádkoznak. És amikor nem ez a szent kíváncsi várakozás van ott bennem egy-egy imádság után, hanem továbbra is aggódás, szorongás, az mindig azt jelenti, hogy hitetlenül imádkoztam. Nos, ez tehát a fontos, hogy mielőtt még egyet is lépnék, az egész ügyet ő eléje tegyem le, és bizonyos lehetek abban, hogy ő számon tartja, erről tud, mostantól kezdve ketten hordozzuk ennek a gondját. Nem egyedül kell összeoskodnom a gondba. A harmadik az, hogy legyek bizonyos abban, hogy ettől kezdve a gondolataimat is ő irányítja. Ha én egyszer behívtam őt az életembe, ha én egyszer átadtam a trónust neki, én igénylem azt, hogy ő diktáljon, vezessen, tanácsoljon. Ő ezt komolyan veszi. És a gondolataimat is ő fogja irányítani. És nem kell ahhoz valami csodának történnie, hogy fölismerjen, mi az ő akarata. És nem mindig úgy maguktól oldódnak meg a dolgok. Néha úgy. Máskor meg egyszerűen úgy, hogy olyan irányba indítja el a gondolataimat, ami már tőle való, ihletett gondolatmenet, és így jutok el oda, hogy fölismerem, hogy mi az ő akarata. Csak két Zsoltár verset hadd idézzek. A 32. Zsoltár 8. verse így hangzik. Bölcsé teszlek és megtaníklak az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ezek nem szép szólamok.
abban a kijelentésben, amit Dávid kapott. Ez valóságos isteni ígéret. Bölcsé teszlek, mert nem vagy az, megtanítlak az úton, amelyen jársz, mert nem ismered ki magad az élet útvesztőjében, és egyszerre csak egy úton lehet járni, azt a legjobbat fogom neked megmutatni, és szemeimmel tanácsollak téged. Állandó kontaktusban lehetünk, és érthetjük egymás szeméből is, hogy mit kell tenni. És utána jön az a kissé kemény intés, hogy ne legyetek hát oktalanok, mint a ló, vagy mint az összvél, amelyet zablával és kantállal kell jönni. Úgy is tud minket irányítani, kemény kézzel. De úgy is, hogy a szemeivel tanácsol. Engedd ennek, hogy tanácsol. És a másik jól ismert ige a 73. Zsoltárból való, a 23. és 24. vers, ahol azon elmélkedik a Zsoltáros, hogy hogy lehet az, hogy a gonoszok nem bíznak az Úrban, és mégis jól megy dolguk, az istenfélőknek meg sokszor nehezebb a helyzetük, és azt mondja, hogy amikor bementem a te hajlékodba, akkor megértettem ezt, és éppen ezért én ragaszkodom hozzád, és örülök, hogy te fogod az én jobb kezemet, és tanácsoddal igazgatsz engemet, aztán majd a te dicsőségedbe fölveszel engemet. Tanácsoddal igazgatsz engemet. Ez egészen valóságos dolog lehet a hívő ember életében. Hisszük-e mi azt, hogy ő a gondolatainkat irányítja, hogyha őrel bíztuk a dolgot, és tőle válunk vezetőt. És akkor nem fogjuk másut keresni a megoldást, és nem fogjuk másképp keresni, például tisztátalan eszközökkel, mint ahogy ő kínálja, és nem fogunk mást keresni, mint amit ő elkészített nekünk. Azt keressük, és azt találjuk meg. És itt van döntő fontossága az igének, amikor nem csak aranymondás lesz, hanem hétköznapi valóság az életünkben, hogy a te igéd az én lábaimnak szövét neke, és ösvényemnek világossága. És ezért nem lépek félre, és ezért nem lépek mellé, és ezért nem zuhanok a szakadékba, hanem lépegetek előre az úton, amelyen elindultam, mert a te igéd azért lábaimnak szövét neked. Ha tudnélik, ott tartom, és engedem, hogy világítson. A negyedik gondolat az, hogy ilyenkor aztán valamikor nem kell csinálnunk semmit. Olyan is lehetséges. Megértjük azt, hogy nekem itt most nem kell lépnem. Itt most bízni azt jelenti, hogy mindenestől ő rábíztam, tőle várom a megoldást. Van olyan, hogy Isten azt mondja az ő népének, hogy maradjak a veszteg, és nézzétek azt, amit az Úr cselekszik értetek. És azt hiszem, hogy sokan be tudnánk számolni arról, hogy dolgok megoldódtak, ajándékok az ölünkbe hultak, így semmit nem tettünk érte, csak rábíztuk az Úrra előzőleg, és tőle vártuk azt. De az is lehetséges, hogy valamit tennem kell érte. Ezért mondtam, hogy nincs recept. De azt is ő mutatja meg, hogy mit. Ez a testvérünk például elmondta, hogy hát mióta ez problémája, azóta volt egy szakmai konferenciájuk, ahol magas pozícióban lévő emberekkel ismerkedett meg, és ő szólt közülük egyiknek másiknak, hogy szeretne esetleg majd valamikor fölkerülni ide, ha esetleg tudnak neki segíteni, hát segítenek. És néhányan fölírták a nevét meg a telefonszámát, hogy majd lehet esélye. Kérdezte, hogy ez hitetlenség volt-e? Én úgy gondolom, hogy nem volt feltétlenül hitetlenség. Az, hogy elkezdek érdeklődni, körülnézem. Ez még mindig annak a jegyében történik, hogy az Úrra bíztam az ügyenet. Nem akarok kifúrni senkit, hogy az ő helyére kerüljek. Az már biztos a hitetlenségem. Az, hogy körülnézek és tájékozódom, és megemlítem másoknak, hogy tudjanak arról, hogy én vagyok, és van ez a problémám, ez még nem feltétlenül hitetlenség. A Sámuel első könyve 10. részében olvassuk egymás után ezt a két különös mondatot, amikor Isten Sault királlyá keneti föl Sámuellel, akkor azt mondja, hogy az Úrnak lelke rejárt fog szállni, és te is együtt profétálsz a profétákkal, és más emberré leszel, és amikor mindez beteljesedik, mindazt, ami a kezed ügyébe kerül, tedd meg magadért. Tehát fölszabadítja a cselekvésre. De előzőleg az Úrnak lelke rejárt szállt. Isten lelkének a fegyelme alá kerül. Isten lelke más emberré gyúrta őt. Addig valami olyat elkezd csinálni, lelki szolgálatot, amit addig nem tudott, egy profétát. Tehát láthatóan kézbe vette őt Isten szent lelke, attól kezdve tegye meg magáért azt, ami a keze ügyébe kerül. Mert akkor már nem a maga feje fog cselekedni, akkor a lélek vezetése alatt fog cselekedni.
és az alatt szabadság. Hát csak itt megint az a kérdés, hogy biztos-e az, hogy neki engedelmeskedem, és az után teszem-e meg, ami a kezembe került, miután az Úrnak lelke rám szállt. Az ötödik, amit szeretnék mondani, hogy menet közben sem szabad kiesni az engedelmességből. Tudnélik, ha valaki elindul is ilyen szépen, akár egy konkrét kérdésben, az Istennek való engedelmeskedés útján, jönnek a tanácsok. Például, tanács hozhat testtel és vérrel, ahogy Pál apostol mondja. Azt mondja, hogy én nem tanácskoztam testtel és vérrel a mennyei látás után, mert tudtam azt, hogy az én testem és vérem lebeszél engem arról, hogy Istennek engedelmeskedjen. Vagy megakadályozza, hogy maradék nélkül engedelmeskedjen meg. Éppen ezért nem tanácskoztam. Amit egyszer megértettem, akarataként, igéjeként, azt elkezdtem csinálni, és tovább abba senki nem szólhatott bele. Vagy jönnek a tanácsadók, akik mégiscsak biztatnak, vagy mégiscsak óvnak, jó szándékkal, nem jó szándékkal. Milyen tanácsokat fogadunk mi meg? Vagy egész egyszerűen csak hátra tekintünk, hogy is alakult eddig az én életem. Nem merünk előre nézni az ígéretekre. Aki az eke szalvára veti kezét, aki elkezd engedelmeskedni Istennek, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Nem fog tovább vezetést kapni. Jézus Krisztus előttünk jár, és ő az ő követésére hívott el minket. Akkor nekünk csak egy irányba szabad nézni előre. Mindig őre. Amik hátam mögött vannak, azokat elfelejtvén, amik előttem vannak, mégis dőlvén, ez a vezetésre nézve is érvényes. És végül szeretném mondani azt, ami talán a legfontosabb. Ez pedig az, hogy senki nem érti meg Isten akaratát, akit nem tisztított még meg Isten kegyelme. Ha valami lelkileg nagyot hallókká tesz minket, akkor az a bűnünk. Különösen a megtűrt bűnök, amikor már tudom, hogy bűnös vagyok. Ismerek az életemben leleplezett bűnöket, és azokat mégsem akarom elhagyni. Nem fogom megérteni Isten akaratát. Hadd olvassak föl néhány verset az Ézsaiás könyve 59. részéből, ahol félelmetes profétai erővel szól erről Isten az ő profétáján keresztül. Ímé nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját előttetek, hogy meg nem hallgatott. Mert kezeitek be vannak mocskolva vérrel, és ujjaitok vétekkel. Ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonosz suttog. Nincs, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan felelne. Haszontalanban bíznak, és hazugságot beszélnek. Gonoszt fogadnak, és vétket szülnek. Ezért van távol tőlünk Isten tanácsa, és nem ér el minket az igazság. Várunk világossága, és íme sötétség, és fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs. Megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek között. Morgunk, mint a medvék mindnyájan, és nyögvén nyögünk, mint a galambok. Várjuk az Isten tanácsát, és nem jön. Várjuk a szabadulást, és távol van tőlünk. Mert sokak előtted gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek ellenünk. Mert gonoszságaink velünk vannak, és vétkeinket ismerjük. Ez a baj, hogy a gonoszságaink velünk vannak. Hol kellene lennünk? A Krisztus keresztjénél, Krisztusnál, mert ő hordozza a mi bűneinket. Ő azért jött, hogy átvegye a mi gonoszságainkat. És mi felszabaduljunk arra, hogy elfogadjuk ehelyett Isten akaratát. Az ő eledele az volt, hogy annak akaratát cselekedje, aki őt elküldte. És velünk azt a szabadítást akarja elvégezni, hogy megszabadítson a vétkeinkből. Ő nála van a helye a mi gonoszságunknak. Amíg mi nálunk vannak a gonoszságaink, nem érthetjük meg őt.
azokról a gonoszságainkról van itt szó, amiket ismerünk, vétkeinket ismerjük. És hogyha nem ismerjük őket, de érezzük, hogy nem ad az Úr tanácsot, akkor könyörögünk, hogy mutasson rá arra a vétekre, ami éppen most válaszfalként ott van közöttünk, és olyan akadály, hogy nincs áthallás. A saját bűnömtől nem hallom az ő halkészszerű szavát. Nem az ő keze rövid, hogy ne tudna megszabadítani, és nem ő süket, hogy nem hallja meg az imádságomat. Akadály van közöttünk. És ennek az akadálynak a lerombolásához az én hozzájárulásom is kell. Aztán ő viszi majd el, de nekem kell kérnem, hogy igen. Éppen ezért sose azzal kezdődik a dolog, hogy egy konkrét ügyemben hamar adjon tanácsot az Úr. Azzal kezdődik a dolog, hogy tisztítson meg a bűneimtől. Adjon nekem igazi bűnlátást, őszinte bűnbánatot, teljes bűnbocsánatot. És akkor érteni fogom az ő szavát, és cselekedni is tudom majd az ő akaratát. Isten segítsen minket, hogy ne csak végighallgattuk légyen mindezt, hanem kipróbáljuk. Mit jelent az egészen őrá bízni magunkat? Mit jelent az imádságban letenni a gondjainkat eléje? Mit jelent az szüntelenül várni az ő irányítását, hogy a gondolatainkat irányítsa? Mit jelent az nem tanácskozni testtel és vérrel, de tanácskozni szüntelenül ővele, engedni, hogy megtisztítson, és cselekedhessük az ő akaratát. Mert nem az, aki azt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszik az én mennyei Atyám akaratát. Úr Jézus, áldunk téged azért, hogy megint a te kereszted magasodik föl előttünk. Köszönjük, hogy te annyira engedelmes voltál. Köszönjük, hogy engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztpálnak haláláig. Köszönjük, hogy a te kereszt halálod teszi lehetővé azt is, hogy meghallhassuk az Atya halkészszerű szavát, hogy képessé váljunk engedelmeskedni neki. Te tudod azt, hogy melyikünk szívében őszinte ez az eltökéltség, hogy mi átadjuk a vezetést neked, és mindent akaratod szerint akarunk csinálni. Kérünk téged, indíts minél többünket erre, és mutasd meg azt is, hogy hogyan történhet ez. Taníts meg hittel imádkozni. Taníts meg komolyan bízni benned. Taníts meg várni azt, hogy irányítod a gondolatainkat is. Hadd bízunk abban, hogy megvannak a mi kéréseink előtted, hogy te jól tudod, mire van szükségünk, hogy te nem késel el a szabadításra soha. Add nekünk mindennek a békességét, és ajándékozz meg minket olyan élettel, amelyik csak ugyan a te irányításod szerint alakul.